Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völtségi Magazinját látják. Én Vince Réka vagyok, mutatom, mivel készültünk. Haparti, cukorágyú, főzöcske. Remek programokkal várták majálisozni a nagymányokiakat. Flórián nap, a magyar tűzoltók ünnepe Bonyhádon. Vízhiány Závodon, megkezdték a műszaki problémák elhárítását. Szabad idejében lovagol, gyógynövények együtt és szörpöket készít. Ismerjük meg Molnár Józsefnőt. A majális nagymányokon is teret hódított május 1-én, volt főzöcske, május fajlítás és élő zene. Polgármestere Bartucz Máté elmondta, az eseményen idén a hagyományokhoz próbáltak visszanyúlni. Szeretünk volna egy olyan majális rendezni, ami visszaidézi a régi múltat, egy igazi retro majálist, gyermekprogramokkal, felnőtt programokkal, gyerekeknek vannak sportversenyek, csapatversenyek, egyéni versenyek, a felnőtteknek főző, nem is verseny, de egy ilyen közös főzőcske. Vannak felnőtt programok is, mint sörivó verseny, feleségcipelő verseny, úgyhogy egy ilyen elég komplex programot tudtunk idén összerakni. Magam is részt vettem a feleségcipelő versenyen, és olyannyira sikerült, hogy meg is nyertük a párommal. Ennek nagyon örülök. Szerencsére nagyon sokan eljöttek, ugye az egyesületek föl voltak kérve, hogy jöjjenek főzőversenyre, mindenki elfogadta a meghívást, ezen felül még baráti társaságok is jelentkeztek. Az önkormányzat minden csapatnak biztosított 5 kg sertéshúst, amiből bármilyen ételt elkészíthettek. Verseny nem lesz, de mindenki fog kapni egy oklevelet, hogy köszönjük, hogy megjelentek a programunkon. Rengetegen, több mint 300-an részt vettek a főzőcskébe, és a további látogató is több száz fő, tehát egy 500 fős rendezvénnyel számolunk. Nagyon örülök én is, örülök, hogy ilyen jó idő van, most nem sokára tűzoltó bemutató lesz, aztán a programokat majd egy habparti várja a gyerekeknek, de időközben még lesz cukorágyú, ingyen fagylalt volt a gyerekeknek, úgyhogy megpróbáltunk mindent megtenni, hogy mindenki jól érezze magát. Jó, önkormányzat is indult a főzőcskén, kértem a kolléganőket, hogy mi is indítsunk egy csapatot, ilyen még nem volt, de nagyon jó hangulatban telik, úgyhogy ez rendszeressé fog válni. Ez egy sűrített levegővel működő ágyú, amiben bele lehet 1 kg cukrot tölteni, és amikor kibiztosítjuk, akkor a sűrített levegő az fölnyomja a magasba a cukorkát, és lepotyog az égből, és a kisgyerekek örülnek és összeszedik. A háttérben láthatjuk a középkori küzdősportot, a soft buhurtnak mondják, ez egy feltörekvő küzdősport. Szomszéd településen van egy ilyen egyesület, nemrégiben a sportcsarnokunkban volt egy nemzetközi verseny ebből a sportból, és megkértük őket, hogy jöjjenek ide hozzánk is egy bemutatót tartani, örömmel elfogadták a meghívást, ezen kívül ijászkodni is fognak, bemutatókat tartanak, és az érdeklődők is beöltözhetnek és kipróbálhatják ezt a sportot. Neubauer Antal nagymányokon él. Úgy véli, hogy az önkormányzatnak sikerült a közösséget összefogni, amire az utóbbi években nem volt példa. A mai rendezvény szerintem kimondottan jól sikerült, tehát az előző évjekhez összehasonlítva. Az önkormányzat, illetőleg sok civil egyesület képviselője jelent meg. Rendkívül színvonalas programot alakította ki. Ebben hozzátartozik tehát a civil szervezeteknek a főzése, sörívó verseny, egyéb felnőtt és gyerekjátékok, későbbiekben habpartinak a szervezése. Tehát a Glückauftan csoport tagjaként főztünk, illetve egyéb civil szervezetek is főztek a mai napon, illetve sütöttek. Babujást, illetve az önkormányzat biztosított a sütéshez szükséges húst, a résztvevők az egyéb köreteket, salátákat, illetve egyéb desszerteket. Nagyon jó hangulatba telt, és tényleg az a főzés teljesen összehozta egyéb civil szervezeteket, csoportokat. Kedvencem a sült csirkecom, illetve a sült csirke mell grillen való megsütése, a tagok által hozott egyéb köretek, salátáknak az elfogyasztása. A nagymányokiak nagy kreativitással és összefogással szervezték meg a majálisukat, ami kiemelkedett a rendezvények soraiból. Flórián nap alkalmából diátadó ünnepséget tartottak Bonyhádon. A neves alkalomból a múlt nagyjaira emlékeztek, valamint a jelen tűzoltóit méltatták.
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elsőként mondott köszöntőt. Az állami tűzoltóság több mint 150 évvel ezelőtt osztrák, német, illetve osztrák mintára jöhetett létre, jött létre itt Magyarországon is, az akkori Magyarországon, tehát a mai Kárpát-medencében, és ezek az egyesületek gombamód szaporodtak el az egész országban. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy bár a német minta, az osztrák minta meghatározó volt számunkra, mégis az osztrák-magyar monarchiának a magyar felén a tűzoltóság sokkal szélesebb körű volt és kiemelkedőbb jelentősége volt ennek a szervezetnek, hiszen az igazi civil szervezetek, a civil szervezeti forma Magyarországon akkor jött létre először, és mindezt a tűzoltóságnak köszönhette. Filóné Ferenc Cibolya, Bonyhád polgármestere beszédében kiemelte, hogy az önkormányzat továbbra is támogatni fogja a városban tevékenykedő tűzoltókat és civil szervezeteket. A mai tűzoltóknak, mindenkinek, hogy ugyanezt az összetartozást érzését, ezt a bajtársi érzést, ezt érezzék egymást iránt, hiszen önöknek egymással is szükségük van, és támogatniuk kell egymást, ha bajban, és számítaniuk kell egymásra, mint ahogy mi is számítunk önökre, amikor bajban vagyunk. Ez a közösségi érzés nagyon fontos, ez az összetartozás érzése. Kívánom, hogy még nagyon sokáig tartsa önöket jó egészségben és erőben. A rendezvényen beszédet mondott Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is. Megköszönte mindazok tevékenységét, akik támogatták a szervezet működését és lehetőséget biztosítanak a jövő nemzedékének is. Az idén ünnepli a 150 éves jubileum évfordulóját, amelyet a Művelődési Házban zajlott az ünnepség, a Flórián nappal egybekötött, mert ugye május 4-e a Szent Flórián nap ünnepe, és ezzel kötöttük össze a 150 éves jubileumot is, mert tehát ugye az idén 150 éves az Egyesület is, és úgy gondoltuk, hogy ennél szebb napon nem lehet megünnepelni ezt az ünnepséget. Egyesületünk az 20-22 főből áll, ebben benne vannak a vonulósok, pártolótagok is. Igen, aktív van, veszünk részt a vonulásokban. Éves szinten több mint 80 vonulás van a hátunk mögött, amiben ugye minden a tűzesetek, közlekedési balesetek, állatmentések és még téves jelzések is benne vannak. És tavaly évben elnyertük az év tűzoltó egyesület díjat Magyarországon. Dr. Balázs Gábor dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója a régmúlt dicső nagyjét állította követendő példaként. Elmondta, Széchenyi hagyatékának méltó utódai a vármegyénk hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói. Természetesen ez a nap a legjobb alkalom arra, hogy azokat a kollégáinkat megünnepeljük, és példaképként állítsuk a személyállomány elé, akik valamennyivel többet tettek az átlagnál, jobban működtek az elmúlt esztendőkben. Ez így van minden évben, de azt sem szabad elfelejteni, hogy megemlékezünk ezen a napon azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk, sokat tettek a Tolnavár megyei tűzoltóságokért, sokat tettek a települések biztonságáért, vagy éppen már nyugállományban vannak, és példaként szolgálnak előttünk aktív állomány előtt. Minden évben május 4-e Szent Flórián ünnepel, de ez a mai nap ez egy különleges nap, hiszen azon túlmenően, hogy a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és az összes együttműködő tűzoltósága ma ünnepli a Szent Flórián napot, ezen túlmenően Bonyhád szervezett tűzvédelmének is 150 éves évfordulója, hiszen 1874. április 1-ével alakult meg a Bonyhádi Tűzoltó Egylet, és azóta is töretlen a működése. Én azt gondolom, hogy Tolnavár megyében a hivatásos szervek mellett működő önkormányzati tűzoltóságok, létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek azok, akik, illetve még az önkéntes mentőszervezetek, akik így együtt biztosítják a lakosság védelmét, garantálják az életmegóvását, illetve az anyagi javainak az oltalmazását, és ez nem öncélú, hogy csak hivatásos, reguláris szervezet, hanem igenis kiegészülve azokkal az emberekkel, akik a családjuktól a szabadidőt ellopva, elcsenve, esetleg a zseppénzükhöz hozzányúlva együttműködnek azért, hogy biztonságosan élhessenek mások, biztonságosan hagyhassák le a fejüket éjszaka. Kiemelkedő az a munka, amit a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
de az összes Tolnavár megyei tűzoltó egyesület véghez visz, hiszen azokkal a támogatásokkal, amelyek központi forrásból, technikai eszközök fejlesztésén keresztül, oktatáson keresztül valósulnak meg, azokat helyben tudják hasznosítani, és ezáltal járulnak hozzá a biztonsági szint emeléséhez. Az aparhanti Szent Bertalan templom felújítására 20 millió forint támogatást állapított meg Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Dávid Tímea aparhant polgármestere, valamint Barta Zsolt plébános közösen benyújtott igénylésére. Dávid Tímea a közösségi oldalán úgy fogalmazott, sok közbenjárást és egyeztetést igényelt a támogatás elnyerése, szívből örül, hogy sikerrel jártak. Belső munkálatok, illetve a tetőszerkezet helyreállítása már megkezdődött. Závodon ivóvízszolgáltatással kapcsolatos problémákat észleltek a helyiek. A bejelentést követően megkezdődtek a helyreállítási munkálatok. Az üzemmérnökség a szivattyú cseréje mellett döntött, a hibát feltehetőleg a nyomócsőben keletkezett dugulás okozhatta. László Attila polgármester elmondta, az első lakossági bejelentést követően felvette a kapcsolatot a bonyhádi vízműszolgáltatóval a víznyomás csökkenésének ügyében. Tájékoztattak arról, hogy műszaki probléma van a nagyvejkei szivattyúk egyike meghibásodott, és annak a javítását már szombat este észlelték és el is kezdték. Vasárnapi napon két darab szivattyú került kicserélésre, viszont a hétfőn ugye arra ébredt a lakosság, hogy a víznyomás nem állt helyre, hanem még további csökkenés volt tapasztalható, illetve a felsőbb utcákban lévő ingatlanoknál már meg is szűnt a vízszolgáltatás. Ezt követően újraegyeztetésre került sor a vízműszolgáltató irányába már a Paksi központnál, ahol az igazgató úr tájékoztatott arról, hogy a műszaki problémát nem sikerült elhárítani, illetve a javítás ugyan megtörtént, de valami más okozza azt, hogy az ávadi tározókba nem jut el a szivattyúzott víz. A hétfői naptól lajtoskocsi szolgáltatta az ivóvizet a településen és a környéken élőknek. Nagyvejkén három kút található, amelyek a závadi tározót is ellátják vízzel. A závadi tározó, ez egy ilyen lépcsősen működő rendszer, vagy ilyen láncszerűen fűződő rendszer. A závadi tározó az 200 köbméteres tározóval működteti, gyakorlatilag Kisvejke, Mucsfa, Závod és lengyel települések vízellátását, illetve a lengyeli Globus kiszolgálja még száraz települést. És gyakorlatilag a hétfői napon már ezeken a településen megszűnt a vezetékes ivóvízszolgáltatás. Závod önkormányzata rendkívüli testületi ülést tartott a kialakult helyzetre való tekintettel. Arról döntöttek, hogy a polgárvédelmi egyesületet aktiválják, valamint meghatározzák a rájuk vonatkozó feladatokat, például az egészséges, megfelelő minőségű, folyamatos vízellátást. Fölállt egy munkacsoport a településen 10 fővel működik jelen pillanatban. Egyrészt a lakossági jelzések, a lakosság felé történő kommunikációt és az ivóvízbiztosítást határozta meg az elkövetkezendő 5 nap feladatának. 5 nap után újra értékeljük a helyzetet, és ami még fontos, meg ami még a szolgáltatónak a komoly odafigyelését jelenti, az az, hogy minden nap vizsgálják a betáplált víz minőségét, laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, hogy a víz minőség az megfelelő legyen, de emellett biztosítékként gondolta úgy a vezetőség, hogy mindenféleképpen egy plusz lehetőséget ad a lakosságnak. A település vezetősége folyamatos tájékoztatást ad a munkálatokról, fejleményekről, illetve a probléma elhárításának várható befejezéséről is. Az volt az álma, hogy Szikó polgármesteri hivatalban dolgozhasson. Az álom beteljesült, nem is akárhogyan. Molnár Józsefné polgármesterként vezeti a községet, ismerjük meg őt emberközelből. Bonyhádon születtem, 1974. október 13-án. Börzsönyben nevelkedtem, Börzsönyben éltünk a szüleimmel, egy nővérem van.
több generációs családban nevelkedtem, a nagyszüleimmel együtt éltünk. Az általános iskolai tanulmányaimat Bonyhádon végeztem, a 2. számú általános iskolába. Nagyon szerettem a testnevelést, a nagyon jó testnevelés tanárunk volt az Olá Marika néni, ezért imádtuk a testnevelést a tanárnő miatt. Szerettem a matematikát és azokat a tantárgyakat, ahol a kézügyességre volt szükség, akár a technika, a rajz, ezeket nagyon szerettem. A középiskolai tanulmányaimat a Bonyhádi Percelmor közgazdasági szakközépiskolába végeztem, könyvelőként és statisztikusként. És az iskola elvégzése után egy pár évvel férjhez mentem. 95-ben házasodtunk össze a férjemmel, ő cikói származású, és 2002-ben költöztünk Cikóra, itt vettünk házat, és ide költöztünk, akkor már két gyerekünk volt. Három gyerekünk van összesen, három félgyermekünk, és itt kezdtem már a nagyobbik fiam az iskolát, és úgy költöztünk ide, mintha hazaérkeztünk volna. A gyerekeknek is nagyon természetes volt, hogy ide járnak. Előtte is sokat jártunk Cikóra, és a faluba is elfogadtak úgy engem, mintha cikói lennék, mivel az anyai nagyszüleim cikóiak voltak, anyukám itt született, és mindig mondták nekem, hogy te úgyis cikói vagy. Nyilván van a faluba egy ilyen, hogy ha valaki betelepül, akkor kicsit idegennek számít, de engem elfogadtak cikóinak, hogy te úgyis cikói vagy. Könyveléssel tanultam, és vállalkozói szférában is dolgoztam. Elvégeztem két gyerek mellett a mérleképes könyvelőit, és talán 2010-ben jöttem ide az önkormányzathoz dolgozni, megkerestek, hogy van egy munkalehetőség. Meg kell említenem, hogy nekem mindig ez volt az álmom, hogy én itt dolgozhassak az önkormányzatnál. Rövid ideig dolgoztam itt, 2 vagy 3 évig. Akkor nagyon nagy ellentétek voltak a testületben, viták voltak, és ez rányomta a bélyegét a munkánkra is, és ezért inkább váltottam. Szintén akkor vállalkozói szférába helyezkedtem el könyvelőként, majd 2017-ben megkerestek, hogy Szálkán megüresedett az önkormányzatnál a pénzügyes állás, hogy vállaljam el, és Szálkán dolgoztam pénzügyesként és anyakönyvvezetőként. Nagyon sok esküvőt tartottam Szálkán, külső helyszíneken, tóparton, erdőbe, lajvédborházba, és mindig próbáltam úgy összeadni a fiatalokat, hogy mindig arra gondoltam, hogy ők örökre együtt maradnak. Az erdőbe tartottam meg az esküvőt, és mire kisétáltunk az erdőből addigra, utolért minket a felhőszakadás, és kicsit eláztunk. Igazából én először nem gondoltam rá, hogy polgármester leszek, hanem szerettem volna a 2019-es választásokon képviselőként elindulni, mert a családommal nagyon sok rendezvényen meg programon részt vettünk, születi felvonulásokon, ugye lovakkal, családostul, népviseletbe öltözve. Szeretjük a hagyományokat őrizni, és úgy gondoltam, hogy elindulok képviselőként. Az akkori polgármester viszont nem szeretett volna még egyszer elindulni, ezért megkeresett a mostani alpolgármester asszony, akkor is képviselő volt abban a testületben, megkeresett, hogy nem elindulni kell képviselőnek, vagy polgármesternek. Sokat gondolkodtam rajta, hogy én alkalmas vagyok-e polgármesternek. Megkérdeztem az akkori főnökömet, a Pálffy János szálkai polgármester urat. Nagyon szerettem vele együtt dolgozni, nagyon sokat tanultam tőle, és megkérdeztem a János, hogy szerinte én alkalmas vagyok-e polgármesternek. És azt mondta János, hogy alkalmas vagy, de nem szeretném, ha innen elmennél. Nagyon
szerettem ott dolgozni, szerettem a közösséget, szerettem a falubeli embereket, nagyon nehéz szívvel jöttem el, meg nagyon nehéz szívvel engedtek el, de nem bántam meg, szeretem ezt a falut, szeretem az itteni embereket, és így indultam el polgármesternek. Az elmúlt évek tapasztalata is, meg amit az előző munkahelyeken megtanultam, azt itt mind tudom alkalmazni és kamatoztatni, és igen, nagy segítség, hogy átlátom az egész önkormányzati működést, a költségvetést, és ez előny volt igen a számomra. Segítünk a lakosoknak, tehát mindenféle kérelem itt csapódik le az önkormányzatnál, bármi probléma van, akár a szemétszállítással, akár közvilágítással, kapcsolatban mindennel ugye az önkormányzatot keresik meg. Igyekszünk mindenben segíteni a lakosokat. Vannak ugye pályázataink, pályázatokat írunk, tervezünk, kivitelezünk, óvoda is az önkormányzathoz tartozik, ott is mindig van feladat, karbantartunk, zöld területeket karbantartjuk, ugye irányítani kell a közmunkásokat, munkásokat, könyvtárt üzemeltetjük, programokat szervezünk, tehát nagyon sokrétű a munkánk. Hát a rendezvények mindenképpen legtöbbször hétvégén vannak, testületi ülések ugye munkaidő után vannak, esténként, igen, hogy ez egy egyébként is egy 24 órás ügyelet. Telefonon mindig elérhető vagyok, hogyha olyan probléma van, vagy baj van, akkor éjjel is hívhatnak az emberek, meg megkeresnek, úgyhogy ez egy 24 órás ügyelet, úgy gondolom. A hobbijaim között szerepel a gyógynövény gyűjtés, szárítás, tintúra készítés. Ezt saját magam miatt kezdtem el, mivel magas volt a vérnyomásom, és úgy gondoltam, hogy nem szeretnék állandó jelleggel gyógyszert szedni, és próbáltam megkeresni azt az alternatív megoldást, ami nekem is megfelel. Így találtam meg a gyógynövényeket, ezért kezdtem el gyűjteni, és szárítani, meg használni őket, és ezt most nyilván kevesebb időm jut erre, de ezt mai napig csinálom. Emellett nagyon szeretek mindenfélét elrakni, savanyúság, befőtt, legfár, mindenféle házi készítésű dolgokat. Ezt ugye a nagymamáimtól tanultam. Nekem nagyon nagy példaképeim a nagymamáim, mert ők is mindent, amit tudtak, megcsináltak otthon, és az anyai nagymamám itt élt Cikon, ő dunyhákat vart, és szőtt szőnyegeket, meg mindenféle szőtteseket. Az apai nagymamám meg varrónő volt, tőle tanultam meg varni, hímezni, horgolni, kötni, tehát minden ilyesmit nekem megtanított, úgyhogy nagyon sokat tanultam a nagymamáimtól, és mindent szeretek csinálni, amit tőlük tanultam, úgyhogy ez innen ered. Szörpöket is készítek, igen. Hát nagyon sokfélét szoktam, bodzaszörpöt, akácszörpöt, házfaszörpöt, rózsaszörpöt, gyümölcsszörpöket is zsájából, tehát gyógynövényekből is szoktam, zsájaszörpöt, amit éppen találok, vagy amire épp van időm, és meglátom, hogy most tudok ilyen gyógynövényt gyűjteni, és akkor abból is akár gyógynövényszörpöt készítek. A párom nagyon szereti a lovakat gyerekkorától, és mindig is voltak lovaink. Most jelenleg 4 lovunk van, hobbiként tartjuk őket, és ha időnk engedi, akkor lovaglunk. A gyerekek is tudnak lovagolni, úgyhogy az egész család szereti a lovakat és a lovaglást. A párom fakitermeléssel foglalkozik, neki van egy cége. Ezzel foglalkozik a legnagyobbik fiam, ő gépész tervező, egy bonyhádi cégnél dolgozik, a középső autószerelő, a kisebbik még tanul, a legkisebbik fiam, ő pedig villanyszerelőnek tanul. És ez
azokat a dolgokat, tehát igyekeztünk nekik mindent megtanítani, amit az életbe tudnak hasznosítani. Úgy gondolom, hogy a kézműves dolgokat otthon is, tehát a ház körüli teendőket, akár a háznak a felújítása kapcsán, ők mindent megtanultak így tőlünk, akár főzni is tudnak, és úgy gondolom, hogy ezáltal nagyon jó szakemberek is, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. A magánéletben, amire vágyunk most már, hogy legyenek majd unokáink, tehát ez az egy, ami nekünk nagyon fontos, hogy majd legyenek unokáink. A munkámmal kapcsolatban pedig, amit nagyon szeretnék a faluba, hogy ne legyen üres ház. Minden házban a családok éljenek, és hogy szeressenek itt élni az emberek, és legyenek büszkék arra, hogy Cikón élhetnek, és szeressenek ide hazajönni. Tehát ez a legnagyobb álmom a munkámmal kapcsolatban. Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!